Az eltiltás hatálya alatti vezetés korábban szabálysértés volt. 2021. május 11-től azonban az, aki eltiltás hatálya alatt vezet járművet, bűncselekményt követel, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, tudtuk meg az ügyészségtől. Súlyosabban minősül annak a cselekménye, akit büntető eljárásban tiltottak el a járművezetéstől. Ebben az esetben a büntetési tétel 3 évig terjedő szabadságvesztés. A Pécsi Járási Ügyészség a 2021. május 14-e óta eltelt egy évben összesen 46 ilyen ügyben nyújtott be vádiratot. Több esetben előfordult, hogy ezek a törvényszegők alkoholos befolyásoltság alatt vezettek, így nagyobb veszélyt jelentettek a közlekedésben résztvevőkre. Az esetek száma miatt változtattak az engedély nélküli vezetés megítélésén. Vagy valószínűséggel a bűncselekmények elszaporodottsága és a fokozott társadalomra veszélyessége is vezetett oda, hogy ez végül is a büntető törvénykönyvbe került és bűncselekményként kerül szankcionálásra. Ezért fontos felhívni a közlekedők figyelmét, hiszen már a börtönbüntetéssel játszanak, ha eltiltás alatt vezetnek.